Sziasztok! A mai adásban egy Speed Champions készletet fogunk megnézni, mivel Matyi jó pár Speed Champet megvásárolt, és ezeket is szépen kölcsönadogatta, és most arra kell majd számítanatok, hogy szépen lassan így adagolom majd nektek a kis autó bemutatókat is, és most erre esett az első választás, vagy ez lesz az első, amit megmutatok nektek, ami nem más, mint a 76-923-as tételszámú, borzasztóan hosszú nevű Lamborghini Lambo V12 Vision GT Supercar autónk. Tényleg kegyetlenül hosszú a neve, és egy eléggé érdekes dologról van szó. És a további adatok, amiket még érdemes róla tudni, hogy 230 darab alkatrészből épül föl, és egy 2024 júniusában jelent meg, illetve szokás szerint egy darab minifigurát kapunk hozzá. A doboz a nagyon kis korrát, szokásos Speed Champions méret, nagyon dizájnos az első nyitóképünk az elején, ugye ott van a kis Lamborghini logó is, hátul megnézhetjük hátulról is magát az autót, illetve a 3D képet is úgymond az eredeti autóról, és egy-egyes méretarányba doboz tetején pedig a felnit tudjuk megnézni a gumiba, tehát az egész kereket így méretarány képpen. Aztán jöhet az összerakási útmutató is, ami egy szokásosan kicsi formátumú füzet, 86 oldalas, és hát ez is egy elég egyszerű dizájnt kapott, nem gondolták túl, ugye lehetne egy kicsit hangulatosabb az egész, egy kicsit izgalmasabb legyen, de egyelőre ez a módi. Alul pedig van kis állapotjelző csíkunk is, ami pedig nem a figura, hanem csak egy ilyen kis stud követ végig minket az építés során, ez amúgy egészen jó pofa dolog. És akkor rá is térhetünk magára az autóra. Ami itt van. Nem tudom, hogy mondjam, nekem nem nyert el a tetszésem. Alapvetően, amit tudni kell erről a dögről, hogy ez a valóságban nem létezik, ezt a Gran Turismo játékhoz tervezték, és ugye így virtuálisan lehet vele csak száguldozni. Egyetlen egy ilyen makettet vagy modellt építettek belőle, ami ilyen 1-1-es méretarányú, de az sem az igazi. Szóval hát egy nagyon érdekes koncepció autóról van szó, ami soha nem került gyártásba, és nagyon különleges formavilágot kapott, ami amúgy tök oké, tehát hogy jók ezek a futurisztikus vonalak, csak hogy miért pont egy nem létező autóra esett a választás, hogy most pont arról kell ilyen Speed Champions-os autót csinálni, ezt nem fogom megérteni, miközben egy csomó ikonikus jármű, vagy csomó ikonikus sportautó van, ami mondjuk így kiáltozik, hogy hú, készítsetek belőlünk modellt, és akkor minket vásárolni fognak, és akkor jön egy ilyen Lambo, ami ilyen... vannak el problémák, szóval igen, tényleg ezt érezhetitek is majd, meg szerintem most fogom is hangoztatni, hogy szerintem ez nem lett egy túl jó építmény, majd hogy olyan szempontból igen, hogy hozza ezeket a különleges vonalakat, de hogy nem értem, hogy miért pont ez a koncepció, annyira nem strapabíró, annyira nem könnyű az építése, nem könnyű a matricázás, és így szerintem nagyon sokat kivesz élmény szempontjából, miközben neki ilyen szórakoztatóbb dolognak kéne lennie. De hát akkor nézzük meg a részleteket. Az autó orra eléggé egyszerű, le van tisztulva, igazándiból egy ilyen nagy fekete semmi az eleje, hogyha frontból nézzük, és csak így oldalt és felül vannak színes alkatrészek, amik hozzáadnak a dizájnhoz, szóval ez eléggé érdekesre sikerült, és itt egy pillanatra ki is lehet arra térni, hogy nagyon vegyesen van a print és a matricázás használva. Vannak olyan alkatrészek, amiknél meglepő módon printelést kaptunk, és vannak olyanok, amiknél számomra felfoghatatlan módon meg matricáznunk kell, miközben a mellette lévő alkatrész folytatódik mondjuk a minta, és akkor azon meg tök furcsán néz ki, hogy ferdén rakjuk föl véletlenül, meg ilyenek, és hogy így nem adja ki annyira az egész. Szóval ezt az adott egységetnél majd úgy is mondani fogom. Ami érdekes, hogy ezeket a halványkék árnyalatokat, ezeket úgy alkalmazzák, hogy ez a wedge tile, vagy hát hogy lehet ezt mondani, ez az első alkatrész, az tile, amilyen wedge alakot kapott, ez egy újabb alkatrész, ami idén jelent meg,
aminek az anyagszíne ez a kék, és a tetejét pedig ugye printelték ilyen olívazöld árnyalatra, és ugyanígy az oldalán ez a rendes kis wedge alkatrész, jobb és bal oldalon, ezek is ugye kék alapszínűek, és ennek is csak a tetejét printelték olívazöldre, így hogyha oldalról megnéztek, csak egy ilyen nagyon vékony perem látszódik kék árnyalatba. Viszont így elől megkapja ezt a lámpa csíkozást, vagy lámpa kialakítást, hát eléggé furcsa, mert megtörik, illetve a felső íven pedig matricával helyezzük el, nem is ér össze, szóval hát nagyon, nagyon furcsán hozták létre. Aztán itt a kerékjáratív belsejét, hogyha nézitek, akkor itt fekete alkatrészeket használnak, itt nincsen lekerekítve, itt ilyen négyzetes, szabadon van hagyva a stud, és így hát nem túl áramvonalas, és nagyon furcsa, olyan, mintha ott egy ilyen felkész dolog lenne, és itt tudunk hozzáférni a belső térhez, méghozzá úgy, hogy felhajtjuk a kis üvegünket, amihez kell egy kis köröm, és fel kell hajtanunk itt ezt az orrrészt is, hogy beleférjen a kis minifigúránk. És akkor itt megint kellett emelni a dolgokat, hogy a középső kis wedge-en a Lamborghini cím logó az printelt, aztán a wedge plate, ami itt van, annak érdekes módon itt a két oldalára printeltek ilyen kis mintát, amúgy meglepő ilyen érdekes dolog, hogy ilyen wedge plate-eknél nagyon kevés van, ami vagy matricázott, vagy printelt, nagyon ritkán alkalmazzák ezt a alkatrészt ilyen vizuális díszítéssel. És akkor itt van a belső tér, ami abszolút furcsán néz ki, nincsen benne igazi ülés, hanem ilyen panel alkatrészek vannak beforgatva, és még van egy kis hézag is, amin konkrétan lehet látni a talajt. Mi ez azért van, mert annyira mélyre be kell ültetni a figuránkat, annyira kevés hely van, hogy máshogy nem fér el. És ez nagyon bután néz ki, ez nem sikerült ezt jól kitalálni, mármint nem, nekem ez nem tetszik benne, nem mondok mást. A szélvédő mondjuk az egy érdekes alkatrész, ezt amit már korábban is említettem, hogy a rózsacsokornál például ez a rózsának a levele, ez is printelve érkezik. Aztán jön az autó középső része, ami oldalról ugyancsak eléggé bután néz ki, hiszen a Technic Brick a szabadon van hagyva, és ez tök csúnya. Tehát, hogy egyszerűen rosszul néz ki, hogy ott látszódik az a Technic Brick, aztán ilyen furcsa döntött felületeket kapunk, speckó alkatrészekkel, és itt mindenhova matricákat kell felhelyezni, amik amúgy jól néznek ki, de ilyen nagyon keskenyek és nagyon vékonyak is vannak, amiket azért egy kicsit macerás behelyezni az adott kis alkatrészre, de tényleg egy ilyen komplex ívet sikerült létrehozni, és mondjuk ez a kiszélesedés a hátsó kerékjárati ívek fele, ez mondjuk eléggé szépen sikerült. Erre nem tudok egy rossz szót sem mondani erre a részre, mivel tényleg ezt a komplex aerodinamikus részt, ezt jó kis íved alkatrészekkel sikerült leutánozni. És akkor jön a motorház, vagy a motortér, be lehet látni a motorhoz, és itt pedig ilyen hincs alkatrészek vannak, és aranyszínű a hincs felső része, ami így a kis motor blokknak a tetejét szimbolizálja. Ez egy nagyon kreatív ötlet, és hogy tök jó, hogy be lehet látni, ez mondjuk még tetszik benne. És jönnek a kerékjáratívek, amit előle elfejtettem mondani, ez is printelve érkezik, ugye fekete színű, és erre jön rá ez az olive green csík, ez jól sikerült, ezt nem is lehetne matricázni, szóval ez egy jó megoldás volt, és tényleg a kerekekről se említettem meg, hogy ugye egy ilyen dísztárcsát kapunk, ami 2x2-es kör alakú csempe, és aranyszínű a felni belseje, meg a csempe alapszíne is. Ami viszont pozitívum, hogy ez az olíva a zöld színhez, ez az arany árnyalat tökre illik, így nem válik kicsessé az egész. És akkor jön a legérdekesebb része az autónak, az a hátulja, ami egy nagyon furcsa szögekből álló dolog. A úgymond eredeti játékbeli autónál is látható, hogy egy nagyon keskeny, kecses dolgot kapunk. Hát itt is megpróbálták, ugye egy ilyen döntött, több helyen megdöntött különleges alakzatot kapunk. Összességében jól sikerült ezt utánozni, viszont nem túl strapabíró, el lehet könnyen mozdítani, le tudjuk verni, illetve lent a kipufogók azok, amik állandóan így félreállítódnak, mert ezeknek nincsen olyan fix szöge, kicsit meg kell dönteni őket felfele, ezeket le is lehet verni, szóval ez nem annyira játékbarát autó szerintem. És egy kicsit visszatérve a szárnyhoz,
ami szerintem a legnagyobb gonoszság benne, hogy a lámpa csík itt ezen az 1x3-as, vagy igen, 1x3-as pléten, az oldalán az matrica. Fel kellett matricázni egy plét oldalát. Egy plét oldalát. Hát értedek, egy csomó mindent itt megfestenek nekünk, és a legszivatósabb dolgot, ezt a legkeskenyebb felületet matricával csináljátok meg. Szerintem ez eléggé érthetetlen dolog. Én nem tudom, miért volt ez jó. Nyilvánvalóan kellett a lámpákhoz, hogy használnak matricát, csak hogy ezt felprintelhették volna. Mindegy. A lámpát ugyanúgy még imitálják oldalt is, ugye itt ilyen kis brekit alkatrészekkel, illetve talán a legkreatívabb alkatrész használat az pedig az, hogy ilyen kis repülőgép függőleges vezérsíkot tettek be, ami alapból piros színű, és az oldalra fekete matricákat tudunk elhelyezni. Még egy kis érdekesség, hogy a kipufogónál pedig minifigura kiegészítőket alkalmaznak, egyfelől az oldalsó záróelem, azok ilyen kis bárdok, a kipufogó maga pedig ilyen kézpáncél alkatrészt használ. És ezzel az autó végéhez is értünk. Minifigurát megnézve egy hölgyet kapunk hozzá, a ruházata az nagyon jó, nagyon illik színben és mintázatban hozzá, ugye olivazöld és fekete színekbe van kialakítva, és ott van a kis Lamborghini jel is. A feketésseket, hogyha leveszik, akkor pedig láthatjuk, hogy két arcot kapunk, illetve egy szőke hajat, és ez emeltek azért alakult így, mivel Supercar blondit tudjuk megépíteni így Lego verzióba. Ez így nincs kimondva, ha jól tudom, de erre utal a dolog, hiszen neki volt egy videója ezzel az autóval kapcsolatban, ugye azt az 1-1-es modellt vagy makettet mutatta be, modellt inkább, és így hozzá lehet kötni ennek az autónak a bemutatását, így egy ilyen YouTube-os tartalomgyártót is meg tudunk építeni. Ezzel pedig a videó végéhez is értünk, szeretném Matyinak megköszönni még egyszer, hogy kölcsönadta ezt a készletet, nélküle nem valósulhatott volna meg ez a tartalom, és hamarosan találkozunk majd egy másik videóba, addig is jó legózást nektek, sziasztok!